tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is hogy kezdjem a köszönettel. Hogy ezt a délutánt itt végig várták velünk, és végig rögzítették, és végig nézték azt a bohózatot, amit a Választási Bizottság végig megtett. Azért köszönöm meg, mert Magyarországon már csak önök vannak, akik a demokráciát még védhetik. Az, ami itt ma történt, az, aki történelmet tanult és látott, az olvasott erről, hogy hogy süllyed egy ország bele mocsomba. A Választási Bizottság már nyakig süllyed. Tiszteletem annak a néhány tagjának a Választási Bizottságnak, aki még őrzi a jogállamot, és megpróbál jogállami keretek között dolgozni. Amit önök most itt láttak, az egy színház volt. Ne adják magukat félrevezetni attól, hogy a Választási Bizottság elnöke eljátszotta, minthogyha ő a jogállamot védené. Pontosan tudta, hogy a fideszes delegáltak és az általuk befolyásolt tagok nem fogják megszavazni a nyilvánvalót. Ők is látták, és önök is látták, hogy percenként értelmezik újra a jogot, hogy a törvény betűjét percenként úgy hajlítgatják, ahogy akarják, az egyik percben valamire hivatkoznak, és a másik percben annak az ellenkezőjét hozzák. Egész egyszerűen a Választási Bizottság olyan mélyre süllyedt már, hogy egész egyszerűen lehetetlen őket komolyan venni, és lehetetlen őket független szervként, mondom még egyszer, tisztelt a kivételnek, független szervnek tekinteni. Az első döntésükben, amikor kimondták azt, hogy a kopaszok, a úgynevezett kopaszok jogsértők voltak, de nem voltak hajlandók kimondani a teljesen nyilvánvaló tényt, hogy ők azért voltak jogsértőek, hogy a beadványozónak előnyt, és a mi beadványozóknak pedig hátrányt okozzanak, az azt jelenti, hogy ők nem mondtak ki semmit. Ők gyáván megfutamodtak. Azt már nem merték mondani egy náci bagázsra, hogy egyébként jogszerű, de azt már nem merték kimondani, hogy miért jogszerű. Kérdezem önöket, miért jöttek volna ide ezek az emberek, ha nem volt céljuk? Hiszen nem adtak be kezdeményezést. Nyilvánvalóan valakit akadályozni és valakit segíteni jöttek. Ha ezt a Választási Bizottság nem látja a saját szemével, akkor ők ezeknek az embereknek a bűntársai, ha úgy tetszik. Még egyszer, 6,5 órát voltunk itt kedden. Abból bemutattak 2-3 percnyi felvételt, utána, amit mi kértünk, hogy mutassák be a külső kamera felvételeit, ami látszik, hogy kiérkezik előbb, azt egész egyszerűen leszavazták. Ami a mi igazunkat bizonyította volna, azt nem engedték, hogy lássák. Egész egyszerűen döbbenet, ami itt történt, természetesen megyünk tovább, egész egyszerűen most már nem leszünk hajlandók leszállni erről az ügyről. Itt már nem a vasárnapi népszavazásról van szó, nem Nyakó Istvánról van szó, nem a szocialista pártról van szó. Itt arról van szó, hogy van-e még Magyarországon maradéka a demokráciának és a jogállamnak, vagy teljesen le kell mondani róla. Mi nem vagyunk hajlandók ezután se lemondani róla, mi tovább fogunk menni ezen az úton, és még egyszer kérem önöket, csak felhívom a figyelmüket. A magyar médiának soha akkora felelőssége és szerepe nem volt a jogállam védelmében, mint most. Ezért egészen őszintén, még egyszer megköszönöm, hogy órákon keresztül itt maradtak, és tudósítanak, és kíváncsiak arra, hogy mi történik. Önökön keresztül tudja az ország azt, hogy az ő Nemzeti Választási Bizottsága nem a népet szolgálja, hanem a kormány szolgálja, és ami még nagyobb baj, hogy ezen keresztül szélsőséges, mások jogait sárba tipró szélsőséges elemeket szolgál. Köszönöm szépen, ennyit szerettem, és gondolom, hogy a Nyakóban még egy szeretném. Igen, nagyon szépen köszönöm. Ugye, amikor múlt két pénteken itt voltunk, és érdemi vizsgálat nélkül tulajdonképpen a kedni napra még csak utalásszerű adatot sem közölve befejezte a munkáját a Választási Bizottság, akkor én azt vizionáltam és előre bocsájtottam, hogy nagyon bízom benne, tényleg nagyon bízom abba, hogy még csak a látszatát is elkerül-e a Választási Bizottság annak, hogy ő egyébként azoknak a rendbontóknak a pártjánál, illetve bújtatja azokat, akik ide rendelték őket, ne menjen idáig a történet. Én most azt láttam, hogy 7 ember biztosan, akik támogatták a rendbontóknak a népszavazási kérelmét, nem a jogszabályok és nem a Magyarország törvényei alapján jártak el, hanem
pártszimpátia alapján, és ez itt az Országos Választási Bizottság. Milyen választások azok, amelyeket nem a törvények alapján bírálnak el, hanem pártpolitikai alapon a hatalom részesei, fideszesek. Ez itt akkor a Választási Bizottság és az iroda is egy olyan típusú bűnszervezetnek a része, amelyik egy illegitim hatalmat szolgál, hiszen a választások eredményei hamisak. A hatalom legitimitása megkérdőjeleződik, de akkor a hatalom minden részéjé, a rendőrségé, az ügyészségé, mindené az ég egyet a világ. Ezek gondolkozzanak el, és nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt voltak és segítettek, nem adjuk fel természetesen, menjünk.